Berodin Zoltán, itt dolgozom a Game Clubnál már egy ideje. Most ennek a boltnak vagyok az üzletvezetője. Üzemeltetem a klubot is, mert hogy a klub is vagyunk, nem csak egy társasjáték bolt. Azon kívül ugye fejlesztünk játékokat, de azt más kollégáim csinálják. Beérkezett játékfejlesztéseket bírálnak el. Gyárt maga a Game Club játékokat, tehát egy elég sok rétű dolgot csinál. Tehát mindent csinál onnantól kezdve, hogy kitalálták a játékot, és hogy játsszák ezt a klubban. Hát ez olyan régi idő, meg se születtem, tehát ez még bőven a másik rendszerben. Úgymond, még az Acél Zoli tudna erről egyébként nagyon jól beszélni, tehát ő indította ezt az egész dolgot, ő a főnököm. Németországban járt ki játékokért, társasjátékokért, és ezt nagyon megtetszett, és ezért létrehozott egy klubot, aztán azt gondolta, hogy milyen jó lenne, hogyha más emberekhez is eljutna. Igazából ők egy pótcselekvést kerestek, ahelyett, hogy elmennek a kocsmába és leisszák magukat. És utána ember rákapok arra, hogy kell valami új, ezt már játszottuk, akkor nézzük meg másikat, és akkor így lehet ilyen százas nagyságrendű gyűjteményeket összeszedni, ami egyébként az itteni embereknek nem ritka. Régen el lehetett különíteni két nagy kategóriát, amiről szoktak így emlegetni, és mai napig dobálózni és egymás szidni a két tábort, ez egy annyira elválaszthatatlan ellentét. A ameri vs. euró típusú játékok, ahol az európai típusú játékok ezek gondolkodósabbak, kevesebb konfrontáció van benne, taktikusabbak, tehát számolni kell. Még az ameri még inkább ezt az érzést kell, drámaiság kell nekik abba a játékba, másiktól veszem el, nagy fordulatok, kocka dönt, stb. Tehát ez van. Ma már ez nem jellemző. Hibridek vannak, tehát mind a kettőből egy kicsit. Tehát nagyon sok a tematikus euró, és nagyon sok az olyan emberi típusú játék, amiben igenis kell, stratégia kell, adj hozzá, és nem csak az agyatlan kocka dobálás, mert ennyivel már nem lehet eladni a játékot. Hát a kemény maga az egy ilyen 20 fő, sajnos nincs elég asztalunk, tehát ez az egyik probléma, hogy kicsi a hely, és bőven kinőtte a maga a klubhelység ezt a helyet, mert egyszerűen 40-50 főnél többet nem tudunk nagyon befogadni, de ez úgy szokott lenni, hogy amikor már jönnek ide, akkor azt mondom, hogy nem akartok inkább kölcsönözni játékot, ha már játszani akartok, és akkor ez szokott lenni. Tehát, hogy már haza kell küldeni embereket. Tehát a vásárlóink nagy része foglalkozik magával a hobbival, őket nem zavarja a nyelvfüggőség, illetve a nyelvfüggetlenség. Jóval több külföldi játék van, sokkal kevesebb hazai kiadású játék jelenik meg. A hazai kiadás alatt azt hiszem, hogy magyar nyelven, vagy magyar szabállyal együtt. Mert hogy ez a kettő nem ugyanaz. Sok olyan van, kiadó van, amikor csak hozzátűznek magyar szabály. Egyébként igyekeznek maguk a tervezők is nyelvfüggetlen játékot, vagy ikonosított játékot gyártani, hogy könnyebben eladható legyen különböző piacokra. Ahol itt körülnézett, tehát itt például csak külföldi játékok vannak itt belül. Kétszer egy évben, társasfejlesztők napja. Van a Magyar Társasjátékos Egyesület, a MATE, aki ezt szervezik, és rengetegen gyűlnek, tehát csak előzetes idő regisztrációval tudnak egyáltalán oda menni. Több magyar játék is jelenik meg egy évben. Hát hál' Istennek azért elég sok olyan játék megjelenik, ami magyarra lett fordítva. Tehát például most a Kompaja megjelentette a konkurencia itt a Mester utcánál, a Patchworköt, mi kiadtuk a Evolution most, nem sokára megjelenik, a Birodalom telepese, ami kijött, a Firkaland, az egyidelű megjelenése, tehát ezek mind magyar nyelvűek lenne, de ezek külföldi játékok magyarosított verziója.
ami új kiadó feltűnt a színen, az az A-Games, aki megjelent a Omnyamnyával, az itt van belül egyébként, látszik is, meg a Dudab. A Dudab az egy teljesen magyar fejlesztésű játék, ezt egyébként a Hegedűs Csaba, aki a Game Clubnak is szerzett több játékot, tulajdonképpen az ő tervei alapján készült. A Game Club is jelentett meg játékokat. Idén is egyébként több játék jelenik meg a forgalmazásába, és a kompaja is foglalkozik ezekkel. Valamint egyébként én úgy tudom, hogy már a izé is Újpesten vannak, mindjárt mondom, a Magic Box. A társasjáték olimpiát megrendeztük második éve, idén lesz a harmadik. Ez most a Lurdi házban volt. Nem tudok pontos adatokat mondani egyébként, hogy hányan voltunk. Én azt tudom, hogy marha soka, mert hogy játékmester voltam. Itt már klubok neveztek különböző játék kategóriákba, tehát olyan játékok, amik versenyeztethetőek, azokat versenyeztettük. És tulajdonképpen minden klubnak a legjobb embereit elküldték, ott azon az eseményen megmérettettük. És itt rengeteg ember, tehát nem csak a magát tulajdonképpen ezeket a gigesített embereket vártuk, hanem mindenki mást, aki az utcáról bejött. Ez tényleg több ezer ember volt. Még nagyobb lesz a klub, tehát az a probléma az, hogy elkezd zavartam a 51. embert, ez megoldódni látszik, ami egy tök jó dolog. Versenyeket fogunk szervezni egyébként több témából is, egyrészt mert mivel klub is vagyunk, az olimpiára nevezünk is, tehát innen is indulnak majd versenyzők, szeretnénk kvalifikálni, meg X-Wing versenyek is itt szoktak lenni, tehát mozgalmas, de majdnem minden hétvégén van valami itt még egy pluszba.